Szia, Kalocsai Sanyi vagyok a magzsola.hu-tól. Több vásárlónktól érkezett már olyan megkeresés, kérdés, érdeklődés, hogy vajon van-e nekünk gluténmentes mandulánk? Mutatom. Mandula. Gluténmentes. Többfajta termékünk van, van ilyen mandula lisztünk is. Nem tudom, mennyire látszódik. Aztán van az úgynevezett blansírozott mandula. A blansírozott mandula mit jelent, hogy tulajdonképpen a belső héjától megfosztott mesztelen mandula. Illetve ennek van még egy változat, ez a mandula pálcika, amit sütésnél, torták díszítéséhez lehet használni. Szóval van-e gluténmentes mandula? Biztos, hogy van. Viszont nagyrészt ez hazugság, és azt is elmondom neked, hogy miért. Ugye amikor a mandulát megtermelik, és összegyűjtik, akkor azt mi, mint webáruház nem látjuk, hogy a mandula közelében, vagy a betakarítás során érintkezette ez olyan termékkel, ami glutén tartalmú, tehát búza környékén volt-e. Mert hogyha volt, akkor utána a csomagolás során, vagy a transport során, vagy a szállítás során hiába teljesen gluténmentes, és hiába mi is teljesen gluténmentesen csomagolunk, sajnos, hogyha maga az alapanyag úgymond szennyeződött, tehát érte glutén, akkor utána ezt már nem lehet belőle kiszedni csipesszel, harapófogóval, mágnessel, semmivel. Én azt láttam, hogy nem akarok nevet mondani, néhányan megígérik, hogy gluténmentes a termékük, de én még olyan termelővel, olyan importőrrel nem találkoztam, aki azt tudta volna mondani, hogy garantálja, hogy ez a termék, mondjuk, ami nem bevizsgált termék, ez nem érintkezett gluténnal. Van még egy lehetőség, és egyébként ez itt itthon Magyarországon is rendelkezésre áll, ez pedig a következő, hogyha én laboratóriumba elküldök egy termékmintát, és ezt bevizsgálják nekem 10, 20, 50, 100 ezer forintért, akkor tudnak arról adni egy álláspontot, hogy ez tartalmaz-e glutént, illetve milyen mértékben tartalmaz glutént. Ezt meg lehet csinálni, pénzbe kerül. Mit jelent ez? A termék drágább lesz. Természetesen senki nem akar többet fizetni a gluténmentes manduláért, mint a rendes manduláért, illetve ha lenne gluténmentes mandula, meg nem gluténmentes mandula, akkor nem adnánk el kétszer annyit belőle, hanem az egyik a másiknak erodálná, vagy kanibalizálná a forgalmát. Szóval nagy dilemma, és tudom, hogy nagyon sokan valóban gluténmentesen szeretnének étkezni, nagyon nehéz nekik ez a dolog. És a gluténmentességnek is több fajta fokozata van, vagy gluténérzékenységnek. Van, aki megeszik egy szelet kenyeret, vagy fél szelet kenyeret, és akkor még nincsen baj, de van, aki annyira érzékeny, hogy egy molekulától is tulajdonképpen ilyen allergiás rohamai vannak. Nyilván neki legnehezebb az élete, mert hogy egy étteremben nem mehet el, vagy csak olyan élelmiszert tud biztonságosan elfogyasztani, ami garantáltan gluténmentes, csomagolt élelmiszer. Ezzel kapcsolatban még egy dolog, a gluténmentes étterem. Kétfajta étterem van, az egyikben használnak búza vagy glutén tartalmú termékeket, a másikban nem, egyáltalán nem. Ha egy olyan étteremben, ahol van, nem tudom, bulgur, vagy bármi olyan dolog, vagy liszt, hagyományos búzaliszt, akkor az már gluténnal szennyezett, tehát hogyha valaki nagyon érzékeny, akkor ezt a konyhát hiába takarítják ki, porszívozzák ki, szívják el a levegőt. Ha a konyha levegőjében vagy a munkapulton egy molekulányi vagy egy-kettő pici kis molekula is benne van, vagy búzaszem vagy lisztszem a környezetben, akkor az már elképzelhető, hogy szennyezi az élelmiszer. Tehát aki beül egy rendes étterembe és gluténmentesen szeretne étkezni, annak kettő lehetősége van. Egyik, hogy meggyőződik arról, hogy ez a konyha valóban gluténmentes, kettő, elhiszi azt, hogy ez gluténmentes. Nagyon lényeges egyébként, hogy ez egy placebo is. Ha azt mondják, hogy ez gluténmentes, akkor sok embernél nem jelentkezne gluténérzékenységi tünetek, mert ő elhiszi, hogy ebben a konyhában soha az életben, vagy legalábbis az elmúlt néhány napban, vagy néhány hétben nem dolgoztak fel búzát. Érted, miről beszélek? Két fajta lehetőség van. Vagy teljesen végigkövetjük annak a terméknek az útját, és látjuk, hogy ez tutira liszttel, búzával, semmivel nem érintkezett, és akkor ez tényleg gluténmentes, vagy bevizsgáltatjuk ezt a terméket egy laboratóriumba, drága pénzért, amit persze rá kell tenni a termékre. Nagy dilemma ez a gluténmentesség. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót.